A pályaorientáció egyre fontosabb szerepet kap az általános és a középiskolák feladatai között. Sokszor előfordul, hogy a 11-es vagy akár a végzős 12-es tanulók sem tudják, milyen pályát szeretnének választani, hol szeretnének tovább tanulni. Ezért fontos az a pályaorientációs nap, amit évről évre a diákok saját igényeik alapján szerveznek. Elsősorban a digitális témához kapcsolódó szakok, a programtervező informatika, a gazdasági informatikus szakok. Nyilván ezekből cégektől szoktak hozzánk jönni és előadást tartanak nekik, illetve úgy vettük észre a tavalyi évben, hogy az OK-s képzések is tetszenek nekik. Itt elsősorban az autómechanika, az egészségügy, illetve a szépészeti ágazat, a kozmetikus, a fodrászat. Nem csak középiskolásoknak szerveznek hasonlót Újfehértún, az általános iskolások számára is fontos, hogy időben találkozzanak a középfokú iskolák kínálataival, illetve a munkalehetőségekkel. A pénteki újfehértói pályaorientációs napon is több iskola és szakma képviselője beszélt a lehetőségekről. A diákok között vannak, akik már tudják, mit szeretnének választani, de sokan nem döntöttek még a továbbtanulást illetően. Nagyjából már tudom, az informatika világa érdekel. Gyerekkoromban színész szerettem volna lenni, de letettem róla, mert elég bizonytalan pálya. Szerintem ez egy jó dolog, hogy ezt megtudjuk, hogy milyen szakmák jöhetnek, és mik lehetnek azok, amiket úgy gondoljuk, hogy dönthetünk, mikben és ilyesmikben. Jövőre szeretnék jól dönteni, és a megfelelő intézményt választani. A pályaorientációs napon gimnáziumok, szakközépiskolák is bemutatkoznak. Eddig nekem mindegyik tetszett, szóval nehéz a döntés. Még nem tudom, hol szeretnék tovább tanulni, még nincs konkrét célom. Jó tanuló vagyok, tavaly 4-esen volt matekból. Érdekel az autószerelés, ezért gondolkodtam a bánkin és a veselényi iskolán. A pályaorientációs napnak már több éves hagyománya van Újfehértún, ettől az évtől pedig már az alsóbb éveseket is bevonták a programokba. Az intézmény nyilvántartás vezet arról, hogy a diákok szakiskolákban vagy gimnáziumokban tanulnak tovább. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy a diákjaink közel fele jelentkezett gimnáziumba, és csak közel 50% volt az a gyerekek közül, aki szakközépiskolát, szakgimnáziumot, szakiskolát választott. Olyan 2 évvel ezelőtt ez az arány megváltozott. Tehát most már az elmúlt 2 tanévben több mint 50% jelentkezett szakközépiskolákba, szakgimnáziumokba, de még mindig nagyon alacsony a szakiskolákba jelentkező gyerekek aránya. A 2 általános iskolában összesen 107 nyolcadikos diák tanul, számukra volt így a legaktuálisabb az újfehértói pályaorientációs nap.